Kiszakadt fólia az ablakkövek helyén, néhány ott felejtett tárgy az erkélyen, ennyi maradt a lakók után a pécsi Lánc utcai lakótömbben. A 120 lakásos önkormányzati ingatlant kiürítették, jelentették be pénteken a városházán. A mai nappal gyakorlatilag teljesen üressé vált ez az ingatlan, már csak egyetlen egy család maradt benn, ezeket a családokat máshol helyeztük el, és ennek az épülettömnek egy teljesen új funkciót fogunk adni, ahogy itt a polgármester úr is elmondta, és ezt a területet is gyakorlatilag itt újjáélesztjük. Korábban jelentek meg hírek arról, hogy az önkormányzat biztonsági őrökkel jelent meg a lakóknál, és így vette rá őket a kiköltözésre. A bizottsági elnök szerint ez nem igaz. Ezek fikciók, fantazmagóriák, egyedül a rendőrséggel voltak kint a munkatársaink, ott is az adategyeztetés céljából, a rendőrség képviselőit pedig ilyen jelzőkkel illetni, hát az nem hiszem, hogy a valóságot fedné. 77 család élt az épületben, mindegyiküknek külön-külön kerestek új lakóhelyet. Voltak, akik rokonaikhoz költöztek, voltak, akiknek albérletet szereztek. Az önkormányzat felé 27 család tartozik, ezt be fogják hajtani, mondta Fogarasi Gábor. Az épület új funkciót kap. Elképzeléseink szerint egy nyugdíjas házat alakítanánk ki. Erre pontosan majd azért 2022. szeptemberében tudnék válaszolni, hiszen a június 14-i közgyűlés alá elé kerül be egy előterjesztés. Jövő héten a tervezésről döntenek a képviselők, majd szeptemberben hatástanulmányok készülnek, mennyiből készülhetne el a nyugdíjas ház, milyen szolgáltatásokkal működne. Az alpolgármester elmondta, bárki kérheti majd felvételét az idősek közül. Holtig tartó használati jogot vásárolnak az ide bekerülők. Tehát ez egyébként a piaci árnak bizonyos százalékát jelenti. Az önkormányzaton azt mondják, a Lánc utcai tömb átalakításával egy szégyenfoltja tűnhet el Pécsnek. Mint ismert, az elmúlt években lakásfoglalás, italozás, kábítószer, verekedés, rongálás, sőt gyilkosság is köthető ehhez a helyszínhez.